A Kujvijénen partjainál ébredtünk, ámulva néztük a fejünk felett a ragyogó csillagokat, s lábainknál az égboltot tükröző tófelszínt. Noha egyedül voltunk ebben az ismeretlen új világban, nem féltünk, mert szívünket betöltötte a csillagok fénye, és az élet örök reménye. Dalokat költöttünk, és testünk még hozzá sem szokott az élet lüktetéséhez, szívünkből már ének tört fel, hogy dicsőítse a világot, ami a miénk nem féltünk kezdetben. Kis idő múltán aztán megtanultuk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a világ talán mégsem a miénk, hogy körülöttünk lények ezre élnek, s fájdalmak árán arra is ráébredtünk, hogy nem mi vagyunk a legerősebbek. Sokan suttogni kezdtek a vadászról, aki elrabolja az eltévedteket, és sötét alakok kezdtek megjelenni az erdőben körülöttünk. Többen eltűntek, és aki eltűnt, az soha többé nem került elő. Egyszer aztán megjelent a fák közül kibontakozva egy lovas, s ahogy lova felnyerített, megrettentünk tőle. Néhányan el is menekültek, ám akik maradtak, láthatták, hogy a lény, Orome, az erdők ura, nem a sötétség szülötte volt. Arcán a csillagokhoz hasonló fény ragyogott. Ezüstösen derengő lovának Nahárnak nyerítése betöltötte a csöndet, s kürtjének, a valarómának hangja villámként hasított bele az éjszakába. Saját nyelvünkön beszélt nekünk nyugatról, Valinor tündöklő földjéről és a valákról, a világ erőiről, és elnevezett minket Eldáknak, a csillagok népének. Utána elment, és nem sokkal később remegni kezdett a föld a lábaink alatt, reszketett a víztükör és nyöszörögtek a fák. Valami történt. Valami nagy és mindent eldöntő. A sötét lények száma pedig csökkenni kezdett a környező erdőkben, és fejünk felett vardacsillagai erősebben ragyogtak, mint valaha. Később megtudtuk, ekkor győzték le a valák melkort. Ki egykoron maga is közéjük tartozott, és ki mindenért felelt, mely sötétséget és félelmet keltett. Egy idő múltán visszatért közénk orome és tolmácsolta a valák hívását Valinor csodás földjére. Kezdetben hárman mentek közülünk, Ingve, Elve, és későbbi királyunk, Finve. És mikor onnan visszatértek, arcukon fényt láttunk, szívüket pedig eltöltötte a nyugati föld iránti rajongás. Számunkra nem volt hát kérdés, hogy megyünk, de voltak, akik vonakodtak és maradni akartak. Stőlük, tőlük, ha fájt is, búcsút kellett vennünk. Elöl ment ingve serege, azokkal, kik később vanyáknak hívták magukat. Mi, a noldák, finve vezetésével őket követtük. Mögöttünk pedig a telerek indultak el, elve és olve vezetése alatt. Hosszasan vándoroltunk középföld tájain nyugat felé, s akadtak, akik az út során elvesztek, vagy önszántukból lecsatlakoztak, mert addig mi sem láttuk még középföldét annak teljes valójában. és új volt a táj, új és lenyűgöző. Viszont előttünk ott lebegett az, amit Finnbe mesélt, a fény és a tudás, ami a messzi földön várt ránk, és hiába féltünk tőle mi is, sokkal hatalmasabb erő vonzott minket felé. Voltak olyanok is, akik később váltak letőlünk, az Anduin folyó és a Hithaeglir hegység közelében, lendve vezetésével, s ők voltak, kiket később nandáknak neveztek. Végül elértük a nagy tenger partját, s egy ideig tanástalanul álltunk ott, de hamarosan megjelent Ulmó, a vizek ura, hangja és kagyló kürtjeinek zengő szava eloszlatott bennünk minden félelmet. Ulmó egy sziget hátán vitt akkor minket át a tengeren, de sajnos voltak, akik nem értesültek időben, s távolabb éltek a partoktól, s voltak, akik az elveszett elvét keresték, így testvéreinknek egy részét magunk mögött kellett hagynunk. Az út lenyűgöző volt, de mégsem annyira, mint a föld, melyhez vezetett. Valinor szigete több és szebb volt, mint bármi, amit el tudtunk képzelni. A valák pedig Manve, Varda, Ulmó, Javanna, Aule, Orome, Nienna, Mandos, Lórien, Este, Vajre, Vána, Nessa, Tulkas, fenségesebbek mindennél, amit addig láttunk. Boldogságunkat csupán az árnyékolta, hogy testvéreink hátra maradtak, s nem telt el nap, hogy ne kérleltük volna a valákat, segítsenek nekik is eljutni az áldott földre. Kérésünkre érkezett is válasz, s noha várni kellett rá, végül a telerek egy része is megérkezett Valinorba. Noha Valinor ragyogó kertjeinek nem volt párja, szívünk keletre is húzott, a csillagfényes középfölde felé, ezért a valák rést ütöttek a Pelóri hegységen, és ott egy völgyben hatalmas dombot emeltünk, Túnát, melynek tetején épült meg városunk, Tirion, fehér falaival és teraszaival, és egyszerre láttuk onnan a csillagokat, a távolban, és Valinor ragyogását. Sokáig békességben éltünk ott, ünnepelve az életet és a világot. Gyakran gyűltünk a Valinori kétfa, Laurelin és Telperion köré, melyek javanna legcsodálatosabb művei voltak. Arany és ezüst fényjel ragyogták be az áldott birodalom egészét, és akár órákon át képesek voltunk szótlanul gyönyörködni látványukban. A valák közül hozzánk Aule állt legközelebb. Tanított minket, s mi bőszen ittuk szavait, mert hőn vágytunk a tudásra, és szerettük az alkotást, az anyagokat és azok megmunkálását. Ezen felül örömünket leltük a beszédben és a szavak megformálásában is. Tudásra vágytunk, és a valák örömmel tanítottak minket. Hamarosan drágakövekre bukkantunk Valinor hegyeinek mélyén, s megmunkálásuknak hamar mestereivé váltunk. Őszintén és önteltség nélkül állíthatom, ebben magasan felülmúltunk mindenkit. Ám közülünk is legnagyobb volt benne Féanáró, vagy ahogy Beleriandban ismerik, Feanor. Finvének elsőszülött fia. Minden tündék leghatalmasabbika. Édesanyja, Miriel, születésekor a Feanáró, tűz szelleme nevet adta neki, mert már akkor látta, hogy gyermekének szelleme lángol akár a tűz. És ezt mondta. Soha többé nem szülök gyermeket, mert az erő, amely még sokat táplálhatott volna, mint Feanáróba áradt. Majd Miriel Lórien kertjeibe ment, elaludt annak fái alatt, s feája elhagyta testét, Mandoszhoz távozott. Ez volt az első halál az áldott birodalomban. Finve sokáig gyászolt, fohászkodott Mirielnek, hogy térjen vissza mandos csarnokaiból hozzá, de Miriel nem hallgatott a kérésére. Így végül a valák úgy határoztak, hogy ha Miriel úgy látja nem tér vissza sosem, hát maradjon az idők végezetéig Mandosznál, s Finve ekkor újra házasodhat, hiszen mint minden tünde ott a békés Valinorban, gyermekekre és teljes családra vágyott. Finve második felesége, a vanya Indis lett, és további négy gyermeket adott Finvének, Findiszt, Nolofinvét, kit később Fingolfinnak neveztek, Írimét és Arafinvét, vagy Finarfint. Ám Finve szívéből soha nem távozott Miriel, és első szülött fiát mindennél jobban szerette. Féanáró pedig nem szívlelte Indiszt és gyermekeit, és soha nem tudott megbocsájtani azért, hogy apja újra házasodott. Ha Finve elég türelmes, vagy Miriel erősebb, talán nem lett volna ekkora fájdalom. Ekkora törés Féanáróban. S tehetsége és a benne lángoló tűz nem emésztett volna el ilyen sokakat, de ezt már sosem tudjuk meg. Mert Feanáró mindenki szerint a legélesebb eszű, leginkább uralkodásra termett, lélekben legerősebb elda volt, aki valaha élt. Ám a legmakacsabb is. Ha elhatározott valamit, attól erővel soha semmi nem tántoríthatta el, s szóval is csak ritkán, és utóbbira is jobbára csak felesége, Nerdanel volt képes, ki türelmével, megértésével és szeretetével tompítani tudta Feanáró tüzét. Hét gyermekük született is vagyis Maedrosz, vagy vagyis Maglor, Turkafinve, a vagy Kelegorm, Morofinve, Kurufinbe, Pitiafinve és Telufinbe. Noha a béke az előbbi események miatt nem volt zavartalan, Aman áldott birodalmát melkor zilálta szét végleg. Mikor letöltötte a rámért büntetést, és újra a valág trónja elé járult, szabad mozgást hízelget ki magának Valinorban elhittük, hogy megbánta tetteit, és segít majd a világ meggyógyításában. Szavai szépek voltak, tanítani akart minket, s úgy tűnt, őszinte szeretettel viseltetik irántunk. Sokan hallgatni kezdtek bölcsnek vélt szavaira, tanulni kezdték a titkos tudást, melyet feltárt előttük. Feanáró volt talán az egyedüli a noldák közül, aki nem bízott benne, és fiait is óva intette Melkortól. Visszautasította a segítségét és tanácsait, Ám Melkor szava méreg volt, s erre utólag jöttünk rá. És bár jobban hatott, ha önszántunkból hallgattunk rá, elért az akkor is, ha mindent megtettünk, hogy kizárjuk. Feanáró akkoriban titkos munkába fogott. Nem látta még senki ennyire dolgozni, pedig feonárónak sem kezei, sem gondolatai nem voltak tétlenek soha egy pillanatra sem. A szokottnál is jobban bevette magát műhelyébe, és még fiaira is ráförmet, ha megzavarták. Mikor pedig előjött műveivel elámult mindenki, ki azokra vetette pillantását. Látszatra három égkő volt, de ragyogásuk mindent felülmúlt. Anyaguk, mintha gyémánt kristály lett volna, de erősebb és még szebb volt annál. S Feanáról senkinek nem árulta el anyaguknak titkát, sem pedig azt, hogy ültette azokba valinor két fájának tündöklését. És mégis ott volt bennük, Laurelinnek és Telperionnak együttes fénye volt, Feanáró égköveinek szíve és lelke. És azok saját fényüktől ragyogtak, szebbnél szebb színekben játszottak, mintha maguk is éltek volna, és élvezték volna öndön szépségüket. A szilmarillok, joggal mondhatom, a legcsodálatosabb és legnagyobb alkotások, mint valaha Elda kéz alkotott. Valinorban mindenki csodájukra járt, s Varda meg is áldotta őket, hogy tisztátalan kéz vagy gonosz azokhoz ne érhessen. Manve tekintete pedig elködösült, mikor rájuk tekintett, és azt mondta. Feanáró égköveiben maga Arda földjének, vizeinek és levegőjének sorsa foglaltatik. S hallotta ezt minden Elda és Vala, s onnantól még inkább vágyták az égkövek látását. Akkoriban szóbeszéd kapott szányra, s utólag sokan úgy gondolták, melkortól ered, de senki nem tudta soha felidézni a bontot vagy a szót, mikor tőle ilyesmit hallott volna. Egyre hangosabb volt a suttogás, hogy a valák hazudtak az eldáknak. Nem kedvességből, hanem féltékenységből és félelemből hívtak minket Valinorba, nehogy túl nagyra nőjön erünk és hatalmunk középfölde őrizetlen tájain. Később Melkor elejtett szavaiban hallottunk először a halandó emberről, Illuvatár másodszülött gyermekeiről, kiket a valák már vártak, de nekünk egy szót sem szóltak róluk. Azt beszélték, ezek a gyermekek gyengébbek lesznek és rövid életűek, s hogy a valák nekik adnák középföldét, mert rajtuk könnyebb a távolból uralkodni. Nem tudom, mennyi igazság volt mindebben, csak annyit, hogy noha melkor mérgével átitatva de valamennyi volt benne